Az 1995-ben alakult nyírbogáti Agrofabulus fő tevékenysége a sertéstenyésztés, mindez pedig hosszú ideje igen komplex módon végzi. A vállalkozás egy több mint 300 férőhelyes sertésteleppel rendelkezik, évi hízó sertés kibocsátása pedig 6000 darabra tehető. A cég korábban csak élősertés értékesítésével foglalkozott, a napokban átadott új vágóhíd azonban a feldolgozott hús értékesítését is biztosítani tudja. Nyírbogát polgármestere az eseményen azt emelte ki, az Agrofabulus évek óta fontos szerepet tölt be a településen, ennek a beruházásnak köszönhetően pedig új munkahelyek létrehozására is lehetősége nyílik a tulajdonosoknak. Ez egy kis cégből indult ki, már elmondhatja, hogy közel 6000 hízas sertést bocsájt a piacra. Én azt gondolom, hogy mi itt Nyírbogáton elsősorban a munkahelyteremtő szerepét tudjuk kiemelni, és ezzel a mai vállalkozás bővítésével is a munkahelyteremtéshez fog hozzájárulni. Úgy gondolom, ha már 5-6 munkahelyet tudunk teremteni, az 5-6 családnak biztosít megélhetést itt helyben. A tulajdonos hangsúlyozta, az új létesítményre 4 évvel ezelőtt adta be a pályázatot a cég, azóta az építőanyag árak közel 30%-kal emelkedtek, ami nem könnyítette meg a kivitelezést. Prokop János elmondta, a vállalkozás az elmúlt 25 évben folyamatosan igyekezett igazodni a megváltozott technológiai feltételekhez, ez a beruházás pedig az eddigi legnagyobb lépés a cég történetében. Szántóföldi növénytermesztéssel indítottunk, saját tisztító szárítóüzemmel, tápgyártással és egy 300 kocsás sertéstelepen rendelkezünk. Ennek a 300 kocsás sertéstelepnek az éves végtermék kibocsátása 5-6 ezer hízó sertés. Ezt eddig élősertésként értékesítettük. A vágóhídnak a megvalósításával már lehetőségünk lesz arra, hogy ezt hasított félsertésként, illetve darabot sertésként értékesítjük. Tehát ez egy újabb mérföldkövé, egy újabb állomás. A térség országgyűlési képviselője az eseményen kiemelte, Nyírbogát a közelmúlt gazdasági fejlődésének köszönhetően a kistérségi társulás központi szerepét töltheti be, ebben pedig nem csak az önkormányzatnak, hanem a vállalkozásoknak is nagy szerepük van. Simon Miklós hozzátette, a település közelségében két multinacionális cégen kívül nem működött más vágóhíd, így az értékesítésben új lehetőségek nyíltak meg. A térség sertés piacának egy végpontja lehet, mert hogy a vágóhíd kapacitása 2-szer annyi, mint a vágóhíd melletti sertéstelepnek a kapacitása, így a térségből tud felvenni sertés, levágandó sertéseket, sertésállományt, és így a terítésben is szerepet tud játszani ez a cég. Tehát a lényeg az, hogy ez a cég, az Agrofabulus térségi szerepkört is tud betölteni. A közel 250 négyzetméteres létesítményben óránként akár 10 sertés feldolgozására is lehetőség lesz, emellett szarvasmárhát is vágnak majd. A beruházás összköltsége megközelíti a 400 millió forintot, ebből 152 millió forintot finanszírozott az Európai Uniós Fejlesztési Alap.